A koronavírus miatt nehéz időszak elé néz az építőipar. Ez derült ki az építési vállalkozók országos szakszövetségének legutóbbi felméréséből. Az elmúlt hetek mutatói arra világítanak rá. Az év elejétől az építőipari cégek 5-8% közötti anyagáremelkedést tapasztaltak, a forint gyengülése pedig még jelentősebb drágulást okozott az importanyagok esetében. Megrinyák Tibor, a Farm Tüzép tulajdonosa arról számolt be. A növekedés eddigi mértéke még szabályozható volt, ám nehéz megmondani, hol érhet véget ez a hatás. Az évelei áremelések megtörténtek, minden évben szokásos módon január, február, márciusban megtörténtek az áremelések. Most jelenleg azt tapasztaljuk, hogy árcsökkenés nincsen az építőanyagokban. Két olyan gyártó, aki a termékét mondjuk, ha kicsit nagyobb tételt kérünk, vagy megszorongatjuk, akkor áremelés előtti ára le lehet nála alkudni. Tehát mondhatni, hogy általában tartják magukat stabilan az építőanyagárak. Talán a polisztirol a kivétel ebben, ahol ez egy kőolajszármazék, legalábbis az alapanyagát tekintve, ott némi árcsökkenésről számolhatunk be. A felmérésből kiderül, az ágazatnak leginkább a rendelés állomány csökkenésével kell megbirkóznia. A közbeszerzési hatóság adatai szerint 2020. január 1 és április 22 között az építési beruházási célú közbeszerzéseknél éves összevetésben az eljárások száma 1321-ről 895-re csökkent, értékük pedig 454 milliárd forintról 415 milliárd forintra mérséklődött. Vannak a magánemberek és vannak a vállalkozások, akik már meglévő munkákhoz szállítják az építőanyagot. A magánszemélyek egy kezdeti sok után, tehát most úgy láttuk, hogy felélettek és teszik a dolgokat, tehát folytatgatják azokat a kis javítgatásokat, munkákat, amiket elterveztek. Lehet, hogy most kicsit jobban is van rá idejük, viszont ettől már nagyobb forgalomnak kellene lenni. Tehát jellemzően a kivitelezők dolgoznak, a megkezdett munkákat csinálják, viszont arról számolnak be, hogy nagyon sok új megrendelést lemondtak tőlük, ilyen a hőszigetelés, tetőfelújítás, stb. Nem kezdenek bele az emberek. És ugye a várostól is ezt halljuk, város fel, tehát pontosabban ugye, hogy a önkormányzatok is vannak munkák, amiket nem indítanak el, amit erre az évre terveztek, nem indítanak el. Vengrinyák Tibor hozzátette, az előrejelzések szerint az év második fele még nagyobb nehézségeket jelenthet az építőipari cégek számára. Egyes vállalkozásoknál ugyanis likviditási problémák léphetnek fel a közeljövőben. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a napokban ismertette a szakszövetséggel legújabb gazdaságvédelmi terveit, amelyekben az építőipar közvetlen támogatására 65 milliárd forintot szánnak. Munkaerőhiány nehezíti a mezőgazdasági termelést. Kezdődik a szamóca szedése, majd június elejétől a medgy szüretelése, amikor már rendszerint érezhető a munkaerőhiány. Ehhez az utóbbi évek tapasztalatai szerint már nagy számban érkeznek vendégmunkások, akiknél most a koronavírus járvány okozhat problémákat. A medgy szedés környékén jön már az, hogy nincs, nem áll annyi rendelkezésre annyi ember, amennyi munka lenne. Ukrajnából és Romániából mondhatnánk, hogy nagy számban érkeztek már ilyen vendégmunkások a szezonmunkákban. Ezeknek a határon való közlekedése okoz most problémát nekünk is, meg okoz ez más országokba is, ahova kijártak. Én nem tudom, hogyha nem lesz ez a szabad mozgás, akkor talán sokan mégiscsak, hogyha ebben az évben ilyen átmeneti jelleggel is, én nagyon bízok benne, hogy lesznek olyan valakik, akik a semmittevés helyett mégiscsak a mezőgazdaságban próbálnak elhelyezkedni, és az idén valahogy átvészeljük ezt a hazai munkaerővel. Rácz Imre hozzátette, bíznak abban, hogy kormányzati segítséggel a mezőgazdaság irányába lehet majd terelni a munkanélkülieket. Lehet, hogy nagyobb gondot fordítanak majd, most már azért elég kormányzati szinten is foglalkoznak azokkal, hogy esetleg megnövekszik azoknak a száma, akik esetleg nem tudnak elhelyezkedni, és kormányzati segítséggel lehet, ha még átmeneti jelleggel is ide a mezőgazdaság irányába terelni az embereket, és én úgy gondolom, hogy kormányzati együttműködéssel Magyarországon kezelhető lehet ez a probléma.
Az Ipsos felmérése szerint a magyar felnőtt lakosság 7%-a vesztette el az állását a koronavírus járvány miatt. Ez azt jelenti, hogy egyetlen hónap alatt mintegy 300 ezer magyar lett munkanélküli, vagyis a KSH által közölt korábbi 4% alatti munkanélküliségi ráta mostanra 10% fölé emelkedhetett, ami a felmérés szerint 480 ezer munkanélkülit jelent az országban. május 1-től átmeneti buszmenetrend lép életbe Nyíregyházán, melynek keretében a szolgáltató azt ígéri, könnyebb lesz az eljutás a munkahelyekre az új 90-es járatokkal. A foglalkoztatók igényeinek felmérése alapján a járatok jobban fognak igazodni a műszakkezdéshez és végzésekhez. Megkönnyítendő a munkába járást és az onnan hazajutást, ezen túl a nagy munkahelyek a belvároson át, Józsavárosból és Örökösföldről is elérhetők lesznek, így nincs szükség az autóbuszállomáson átszállásra, de a járatok továbbra is érinteni fogják azt. Fontos tudnivaló, hogy a jelenleginél több időpontban indulnak autóbuszok, szélesebb igényt kiszolgálva, olvasható a Volán busz weboldalán. Az érettségi vizsgák idejére a most meghirdetett menetrenden felül külön időpontokban is indít járatokat a szolgáltató, valamint azt írják, hogy az átmeneti menetrend már úgy készült el, hogy ütemes és ezáltal könnyen megjegyezhető legyen. Az autóbuszok a legtöbb belterületi viszonylaton ütemesen, azaz óránként ismétlődő indulási időpontokban közlekednek, a csúcsidőben kismértékben sűrűbben, azon kívül ritkább követéssel. A város számos pontján biztosított lesz az átszállás, főleg a kisebb forgalmú időszakokban ritkább követés esetén. Elcsatlakozásokat külön is feltüntetik, emellett pedig a részben azonos útvonalon közlekedő autóbuszok hangolása is megvalósul, így rövidebb és kiszámíthatóbb várakozási idők lesznek a közös szakaszok megállóhelyein. A társaság azt írja, a közlekedést új, színes hálózati térkép segíti, melyek könnyebb lesz a tájékozódás. Az új arculatnak megfelelően a menetrendi lapok külön oszlopban tartalmazzák a munkanapi, a szabadnapi, a szombati és a munkaszüneti napi menetrendeket, így könnyebb lesz az áttekintés. A megszokottól eltérő viszonylati kijelzőkkel találkozhatnak az autóbuszokon, jellemzően csak a célállomás, illetve az érintett főbb útvonalpontok kerülnek kijelzésre. A vakok és gyengénlátók által is használt App Corner applikációban a menetrend aktualizásra került, a járvány alatti átmeneti időszakban a külterületi díjszabás csak a H jelzésű járatok esetén maradt meg. A 90-es jelzésű autóbuszok belterületi díjszabással vehetők igénybe, további részletekről a volánbusz.hu oldalon tájékozódhatnak az utasok. A pszichológusok azt tanácsolják azoknak, akik otthon maradtak a koronavírus miatt, hogy kezdjenek valami újba, válasszanak új hobbit. Ez a legtöbb embernél most a jógázás, az olvasás vagy a kertészkedés lett. Utóbbit akkor sem kell hanyagolni, ha valaki nem családi házban lakik, hanem panellakásban. Egy balkonláda vagy néhány cserép, általános virágföld, egy lapát, néhány mag vagy palánta és kezdődhetnek is a munkák. A panelba is lehet olyan kicsi mini oázisokat kialakítani, amit szintén nagyobb kertekbe szokás ugye létrehozni. Szerintem a legfontosabb dolog, hogy akár palántákat ültessünk kisebb balkonládákba, ezáltal nem csak friss zöldségeket, vagy akár apróbb gyümölcsöket tudunk termeszteni, hanem ugye általában a karantén idején az egész család otthon van, a gyerekek is, és ebben ugye részt tudnak venni ők is, és ez nem csak ugye táplálékforrás, úgymond egészséges, bio, otthoni termesztett dolog lenne, hanem megtanulják ugye ennek a folyamatát is, hogy gondoskodni kell a növényekről, akár ugye locsolni, vagy visszametszegetni, meg ugye az érett gyümölcsöket, zöldségeket leszedni. Szóval mindenféleképpen javasolnám az ilyen balkon dolgokat, akár balkon paradicsomot, paprikát, vagy egyéb finomságokat. A menta, a levendula, a citromfű vagy a muskátli is kedvelt növény akár panelban is, ráadásul ezeket szúnyogriasztó növényekként is emlegetik, lassan pedig erre is gondolni kell. Akik olyan szerencsések, hogy kertes házban vészelhetik át a karantént, azoknak most kell foglalkozni például a gyepszellőztetéssel.
A gyepszelőztetést általában tavasszal és ősszel szokták végezni. Aki nagyon fanatikus, az esetleg még nyáron is elvégzi egyszer ezt a teendőt, akkor tényleg gyönyörű szép lesz a gyep. Igazából ezért csinálják a gyepszelőztetést, mert azokat az elhalt növényi fűszálakat kiszedi a gyepszelőztető, amire alapból nincs szüksége már a fűnek, a gyepes felületnek. Ezáltal azok a gyepszelőztető által kiszedődnek, és arra sarkalják a füvet, hogy szép, új, friss hajtásokat, fűszálakat hozzanak, és ezáltal ugye gyönyörű, szép, friss lesz a gyepünk. Viszont a gyepszelőztetés az általában nem feltétlen elegendő, hogyha csak ezt végzi el a kerttulajdonos, hanem mindenféleképpen tavaszi és őszi gyepműtrágyázást javasolnék, ami által ugye feltuningoljuk egy kicsit arra az időszakra a füvünket. A hobbi kertészeknek ilyenkor már óvatosan kell hozzáfogni a metszéshez. Bár még nem késtek el semmivel, azokat a növényeket, amelyek már virágoznak, csak akkor érdemes metszeni, ha betegek, máskülönben elveszíthetik a szépségüket. A gyógyászati metszést elsősorban a gyümölcsfáknál szokták elvégezni, ilyenkor csak a fasebb kezelésre érdemes koncentrálni. Ismét elindult a Magyar Falu program, amelynek köszönhetően tavaly közel 6 milliárd forint értékben fejlesztettek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 5000-nél kisebb lélekszámmal rendelkező települései. A pályázat ebben az évben is számos lehetőséget nyújt források igénylésére. Mária Pucs polgármestere beszámolt arról, az önkormányzat a program három pillérét is megcélozta az idei évben. Amit szeretnénk, az orvosi műszereknek a pályázatára indulni, az egy 3 milliós összegre írta ki, akkor lenne egy olyan pályázatunk a Magyar Faluban, ami útjárdák felújítása, és akkor a harmadik pedig a belterületi utak rendezését segítő gépeszközbeszerzés. Ez egy 15 milliós plafonnal van kiírva. Kálós Semjén a tavalyi évben orvosi eszközök beszerzésére és a nemzeti, valamint a helyi identitástudat erősítésére is sikeresen pályázott. Berica László polgármester abban bízik, hogy az idei évben is sikerül fejleszteni azokon a területeken, amelyekre kimondott igény mutatkozik. A belterületi útnál, amit mindenképpen szeretnénk megcsinálni, a Kölcsei utca az a legforgalmasabb, szerintem ott van az összes közintézményünk, elég hosszú és elég rossz állapotban van. 30 millióra ad lehetőséget a Magyar Falu program, szeretnénk mindenképpen kihasználni, illetőleg az óvodát is, amennyi belefér ebbe a fejlesztési elképzelésünkbe. Levelek önkormányzata is elsősorban az úthálózat rekonstrukciójára fordítana forrást. Borsodi László polgármester elmondta, három alprogramot is megcélzott a település vezetése, ezekhez pedig szeretnék a pályázatokban meghirdetett maximális keretösszeget igénybe venni. Képviselőtestület döntése alapján három pályázatot kívánunk beadni ebben az évben. Az egyik az útfelújításnak a pályázata, a másik a közterületi karbantartó gép eszközbeszerzés, a harmadik pedig a temetőfelújítás, amennyiben megjelenik majd a temetőfelújítás. A másik kettő már megjelent, azokra be is nyújtottuk. Most az útra már benyújtottuk a pályázatot, a gép eszközbeszerzésre május 8-a után fogjuk benyújtani, mert akkor nyílik meg a felület, és a temetőre még nem írtak ki pályázatot jelenleg. A Magyar Falu program alprogramjai több ütemben jelennek meg az év során. Legutóbb április 20-án bővítette a lehetőségeket a kormány. A pályázatok legfőbb törekvése, hogy csökkenjenek az infrastruktúrális különbségek a kis települések és a városok között, elérve ezzel az életszínvonal javítását és új munkahelyek megteremtését. A kormány ezekre a célokra ebben az évben 150 milliárd forintot fordít a Magyar Falu program keretein belül. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a tavaszi kertrendezés idején a sünök védelmére hívja fel a lakosság figyelmét. A 2014-es év emlőse a védett keleti sün természetvédelmi értéke 25 ezer forint. Az éjszakai életmódot folytató állat előszeretettel választja búvóhelyül a kertekben, parkokban felhalmozott lomb- és rőzserakásokat. A nőstények itt is ellenek, ezért az óvatlanul végzett kertrendezés könnyen teljes családok pusztulását is okozhatja. A sünök védelme érdekében azt tanácsolják az állatvédők, hogy fentről lefelé haladva ne vasvillával, hanem annak nyelével óvatosan forgassuk át a halmot, a legalsó részeken pedig inkább kesztyűs kézzel dolgozva.
Különösen óvatosnak kell lenni a május-júniusi sünellési időszakban, amikor a menedékekben a hetekig vak és szinte magatehetetlen kölykök is ott lehetnek. Ha a gajrakás megbontása korsünfészket találunk, semmiképpen se szedjük össze a kölyköket, pakoljuk vissza a kellő vastagságú rétegben az ágakat és a leveleket a fészekre, majd hagyjuk a nősténre a továbbiakat. A sünöket etetni nem kell, mert a kölykök számára létfontosságú, hogy anyjukat követve a természetes táplálékukkal, férgekkel, puha testűekkel, ízelt lábúakkal, kis rágcsálókkal és lehullott gyümölcsökkel ismerkedjenek meg, ne pedig az ember által kitett, természetellenes ételhez szokjanak hozzá. Ezek ugyanis hasmenést, emésztési és növekedési problémákat is okozhatnak náluk. Akár természetes, akár a kertrendezés során épített halom alatt hagyjuk pihenni a sünöket, a gajrakás megszüntetésével érdemes legalább 4-5 hetet várni, amíg a kölykök annyira megerősödnek, hogy éjszakánként követik anyjukat a vadászatra. A sünök megtelepítésére, mentésére mesterséges eszközt, kisméretű kutyaházhoz hasonló süngarást is használhatunk, amelyeket bokrok rejtekébe érdemes kihelyezni. Köszöntöm a kedves nézőket! Május 1-e érdemes a menetokmányok érvényességére nagyobb odafigyelés ellen a járművezetőknek, és remélhetőleg már az okmányirodák ebben a hónapban több helyen tudnak dolgozni, illetve érvényesíteni is tudják a járművezetők az okmányokat. Nagyon fontos, hogy napra készek legyenek majd a továbbiakban, és fontos, hogy a járművek műszaki állapotára is nagyobb figyelemmel legyenek. Mivel május 1-én több helyen lezárásokkal kezdett számítani mai nap folyamán a megye területén, és ott, ahol még el vannak helyezve vagy behajtani tilos, átmenő forgalom tilos, azt a továbbiakban akár holnaptól is vegyék figyelembe. Balesetek tekintetében az elmúlt napokban több esetben történtek közúti közlekedési balesetek, és nagyon sokszor a felek nem tudtak megegyezni a felelősség kérdésébe, a hatóság segítségét kérték. Nagyon sok balesetnél közrejátszó ok, hogy például a járművezető nincs tisztában a szabályokkal, vagy az egyenesen haladó, vagy a kanyarodó ütközik össze. Nagyon fontos, hogy időben jelezzék irányváltoztatási szándékukat a járművezető, és ez a kerékpárosokra is vonatkozik. Holnap folytatódnak azon munkálatok nyilván, amikről beszámoltunk, ugyanis nagyon sok helyen hétvégén is dolgoznak. Itt például a Kemecse úton, Nyíregyháza és Kemecse között, ahol egy kerékpárút kialakításával kapcsolatosan további forgalomkorlátozással kell számolni. És forgalomkorlátozás még a 41-es számú főútvonalon lakotterten belül és lakotterten kívül, valamint a 38-as számú főútvonalon Nyírtelekváros belterületén, ahol útfelújítási munkálatokat végeznek. Nagykáló belterületén, akik harangot fele közlekednek, több helyen forgalomlassító bordák vannak elhelyezve, és sebességkorlátozás az említett útszakaszon, és nagyon sok lakó pihenő övezettel kapcsolatosan a sebességkorlátozásokra nagyobb figyelemmel legyenek. Köszönöm a viszonthallásra! Hatodik hete nevelő egyesülete a Nyírbátori ASE edzésközpontjában készül Majoros Bence. A legmagasabban jegyzett magyar férfi asztalnyi teniszező az 59. helyen áll a világranglistán. A legutóbbi szezonban a francia másodosztályú Kárcisz csapatát erősítette Bence. A cél a feljutás volt, de hiába állt az élen az együttes, a szövetség azóta befejezetnek nyilvánította az idényt. A 22 éves pingpongozó már a döntés előtt hazatért Magyarországra. Pont meccsem volt március 11-én, és utána való nap mentem Németországba, és akkor Szudi Ádám is ott volt, és ő jött haza pénteken, mert neki akkor már kiderült, hogy az osztrák liga, mert ő ott játszik, hogy ott is halasztások lesznek, most felfüggesztik a ligát, stb. És akkor nyilván ő is szeretett volna itthon lenni ebben az időszakban. És én még akkor úgy voltam vele, hogy én még maradok kint, mert nekem még nem volt semmi információm így a francia ligáról, hogy meg lesz tartva, nem lesz megtartva. És pénteken reggel adott ki pont egy közleményt a francia asztalitani szövetség, hogy ők is most felfüggesztik a ligát, és akkor én így gyorsan összepakoltam, és akkor hazajöttem Ádámmal együtt, mert tényleg sokkal jobb és sokkal biztonságosabb nekünk itthon lenni. Március közepén délkorában rendeztek volna csapatvilágbajnokságot, azt követően az olimpiai kvalifikációs sorozat európai tornáján állt volna asztalhoz Majoros Bence. Ezek a versenyek elmaradtak, így most edzőtábori körülmények között készül a Győrfi Tibor edzésközpontban a két legjobb magyar férfi asztalnyi teniszező.
Nagyon vigyázunk arra, hogy kikkel találkozunk. Tényleg a lehető legminimálisabb szintre próbáljuk levenni az emberi érintkezést. Gyakorlatilag az olyan nekünk, mint egy edzőtábor, tehát szépen fölkelünk, reggelizünk, utána lemegyünk edzeni, ebédelünk, utána pihenünk, aztán délután 4-től megint edzünk, és akkor este vacsora, utána meg megint csak pihi. Elég monoton, de például ennek az időszaknak az egy pozitív része, hogy tudunk edzeni, tudunk fejlődni a szezon közben, annyira sok verseny van, utazás, hogy ténylegesen edzeni nem sok idő van. Nekem az első 2 hét volt a legnehezebb, amikor még ugye az olimpia megrendezése is kérdéses volt, hogy lesz, nem lesz, hogyha lesz, akkor a kvalifikáció, és hogyan fog zajlani, az is kérdéses volt. Akkor én nehezebben tudtam magam motiválni arra, hogy most így edzek ilyen körülmények között, de ugye miután megszületett a döntés, hogy elhasztják az olimpiát, onnantól kezdve tisztában vált az a helyzet, hogy most egy edzőtábor lesz határozatlan ideig. Úgyhogy most csak élvezem, hogy lehet edzeni, tudunk fejlődni, aztán majd szólnak, hogy mikor kell menni. Mint Majoros Bence elmondta, tervék szerint június közepéig folytatják így a munkát. Azt követően az addigra nyilvánosságra kerülő második félévi versenyprogram tükrében döntenek majd a folytatásról. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, május 1-én, pénteken, friss hírekkel legközelebb hétfőn várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Vigyázzanak magukra, kellemes hétvégét kívánunk, köszönjük a figyelmüket, a viszontlátásra!